Üdvözlök minden kedves nézőt! Ma újra egy túrára invitálok benneteket a Battlefield Play for Free világában. Már is bepattanok a kis páncélosomba és útra kelünk a harcmezőre, ahol reményeim szerint szörnyű pusztítás után én leszek a győztes, de majd meglátjuk, fiúk. Amíg kiérek a padra, addig pár dolgot megemlítenék magáról a játékról. Hát most egész pontosan amerikai színekbe indultunk el, gondolom ezt már észrevettétek. Ezen a pályán négy fő bázis van, A, B, C, D jelölésű. Omanon található a legtöbb harcra fogható jármű, beleértve vadászgépeket, helikoptereket, tankot, páncélost, Hammert és egyéb ilyen könnyű járműveket, amik gépfegyverrel vannak ellátva. Továbbá még motorsónak is igénybe vehető, ám ez csak a partra szállás erejéig. Itt a győzelem érdekében célszerű a felsorolt járművek közül valamelyiket használni, különben gyalogosan nem sok esélyünk van. Na, mivel már kiértem a partra, úgy döntök, hogy pusztításba is kezdek. Úgy látom, az a helikopter táncán kínálja magát. Kicsit megnoszoktatom, hát ha észreveszi, hogy nem jó helyen van. Azt hiszem, a pilóta elvesztette az uralmat a járműve felett. Igen, ha jól látom, akkor ki is ugrott. Hát akkor oda megyünk, elbeszélgetünk vele. Ezt mégis hogy gondolta? Úgy tépek ezzel a páncélossal, hogy csak úgy lángol utánam az út. Hát úgy látom, még nem előzött meg senki, le is püfögtetem azt a palit. Úgy is van. Mehetünk is tovább. Most úgy vélem, hogy célszerű lenne térkép szélén kimenni, és onnan megközelíteni a célbázist. Annon nem nagyon számítanak páncélos járművekre. Ám de, úgy néz ki, nem csak én gondolkodok így. Kis tankocska figyel itt felettem. Hát, lövöldözzünk rá. Nem is tudom, szerintetek észrevette, hogy bántalmazzák. Minden esetre most tovább megyünk a C-bázis felé. Úgy látom, ott már azért van egy kis nyüzsgés is. Na, úgy látszik, a tank az mégsem tank volt, amit az előbb kinyírtam, már most itt van előttem. Na de se baj, tévedni emberi dolog. De ahogy látom, ez a tank is annyi volt, mint az előző. Kicsit lepüfögtettem még itt a népeket, szétnézek. Ne, úgy látszik, ez a bázis, ez meg lesz. A B-bázis felől valaki rakétával szeretne megaprítani engem, csak véleményem szerint a villanyoszlopok miatt nem tud. Minden esetre el kellene néznem arra felé is, kicsit ismerkedni a helyi népszokásokkal. De valószínű, hogy szemből túl könnyű célpont lennék, ezért kis kerülőt teszek. Elmegyek az A-bázis irányába, gyorsan kicsit rendbe rakom a páncéloskámat. Aztán hátulról, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy oldalról tűz alá veszem a B-bázist. Közben azonban valaki egy kicsit tűz alá vett engem, de tényleg csak egy pindulit. De nem már szétnézni, nem egy sompolyog itt valaki. Ha megtalálom azt az oroszt, valószínű benyúlok neki nyelv alá. Kicsit érezze át a fájdalmamat. Bárki is volt az, valószínű már vagy elment, vagy meghalt. Minden esetre most neki látok megjavítani a páncélost. Annyira sok időt nem vesz ez igénybe. Na, jól van. Ó, irány a B-bázis. Nézzük ott, mire tudunk menni. Végig kotrok ezeken a kis dombocskákon itt előttünk. Annyira nem szerettem ezt a részt, mert ilyenkor nem tudok rendesen célozni. Hát, ahogy nézem, olyan túl sok célpontot nem látok. De valaki már megint tűz alá vett engem, így mozgolódok. Hát, ha kikerülök a látószögéből. Megyek gyorsan egy aprócska kis köröcskét itt a környéken. Ezzel is hát, ha összezavarom az ellenséget. Bár a pontom ettől nem lesz több. Azért van, igyekszek belehúzni hátra levő részben. Mivel most úgy nagyjából jó a lendületem, ezért inkább közelebb is megyek. Kicsit könnyebb lesz benyomulni. Hát, két emberke van. Tűz alá vettem őket, de ebből az egyik már elment. Oda kúszok lassan az ászlóhoz. Arcomat most balra fordítom. Általában az ellenség, ha itt a környéken van, akkor a vagonokban megtalálható. Hát, sokat nem tévedtem, az biztos. Ezek meg gyorsan elkerem a száját.
Ha minden igaz, akkor már miénk is a bázis. Most megint teszek egy kis kerülőt. Ezzel a csotrogánnyal. Egyrészt azért, hogy ne legyek szem előtt, a másik részben azért, hogy kicsit megint ráncba szedjem. Azért bármikor jöhet egy tank, vagy egy ellenséges páncélos is. És oda azért nem állt a életerő. Ez az, javul a jármű. Rakok bele sportülést is, majd igyekszem kicsit kényelmesebbé és komfortosabbá tenni. Na, de a tréfát félretéve, most elhaladok az A bázis előtt, és a C bázis felé veszem a utat. A kis helikopter, ezt nem árt tűz alá venni. Egyszer már egy ilyen megszivatott, akkor megfogadtam, hogy még egyszer nem fog. Még egy aprócska kis sorozat, és már örül is a májam. Hullik az ellenség, én meg csak vigyorgok. És mit ad Isten, még egy helikopter sompolyog elém. Vesztére, megjegyzem. Hát, ő is kapott rendesen olmot. De sajnos a végső kegyelem döfést azt nem én adtam meg neki. Annyi baj legyen. A B bázisnál ismételten elkezdtek akciózni a parasztok. Oda megyek kicsit elbeszélgetni erről. Hát, olyan túl sokáig nem vitáztunk. Most ismét átveszem az uralmat. Szép lassan. Mindazonáltal most tűz alá veszem a D bázist. De általában az épület tetejénél szoktak dekkolni. Hellfire rakéta közelébe. Vadásznak a helikopterekre és a repülőkre. De mivel most a légteret is mi uraljuk, így ezt nekem nem nagyon kellene hagyni. Így azért pár golyó is elnyomok arra felé, nem nagyon akarózzanak előmászni. Megpróbálok közelebb somfordálni. És jobban szemügyre venni a bázis épületeit. Még egy pár sorozatot azért elnyomok, de lassan útra kelek. Közelebb érve láthatóvá válik az ellenség. Tűz alá is veszem. Ennek hatására menekülni is kezd a gané. Kicsit közelebb megyek ismét. Csak szép megfontoltan. Kicsit furcsa azért, hogy telibe lövöm a gyereket és semmilyen sebzést nem okoztam neki. Hát, ezt tudjuk be a játék hibájának. Elvégre még beta verziós. Reményem szerint a kész az már azért nem ilyen lesz. Meglepően békés itt a zászlónál. Azt hittem valamiben nehezebb dolgom lesz. Hát, baj legyen. Most lelövöm ezt a palit is itt előttünk. Hát ez biztos fájt neki. Na, lassacskán már érkeznek ide az emberkék. Ennek is elkerem kicsit a száját. Jól van, közt a gránáttal próbálnak aprítani. Azért ezt egy kicsit furcsának tartom, hogy állandóan a gránátokra haigáljanak. Azért egy kicsit túlzás. Kicsit közelebb megyek a zászlóhoz, hát ha be kell segíteni a fiúknak. Nem, bár már megint gránáttal haigál az a hülye. Nem jött rá, hogy ezen nem fog összejönni. Közben távolról is tűz alá vettek. De, mint látjátok, ez sem volt valamilyen eredményes. Miután bevettük a bázist, én most egy kicsit eltávolodok. Visszamegyek szokásos kis javító zugomba. Rendbe szedem a ráncaimat. Majd újult erővel vettem magam bele a küzdelembe. Nem, bár úgy érzem, hogy a dolgom nagy részét már elvégeztem. És ha jobban megnézitek a kijelzőt is, lehet látni, hogy elég nagy fölénnyel vezet a csapat. Most kicsit belerakom a sportvezérmű tengelyt. Kell egy kis újítás is a gépbe. Ó, már úgy megy, mint az állat. Azért még egy kicsit javítgatok rajta. Na, ez is megvolt. És már indulás. A bázis környékén furcsa zajokat lehet hallani, mint hogyha harcolnának. És valóban valami rossz arcú ember mászkál arra felé. Szétnézek én is. Hát el tudok vele beszélgetni a mászkálás szabályairól. Bárki is volt, az valószínű már végeztek vele. Már hogy semmilyen sárga feliratot nem látok sehol. Csak robbangatnak szerte széjjel. Valószínű, hogy itt már nincs ellenség.
Hát a helikopter elfér itt. Lassacskán megpróbálok megfordulni. Hát még oda mehetnék az ászlóhoz, hogy megkapjam a pontot, de lustaság, fél egészség. Inkább elnézek a C-bázis irányába. Gyilkolásra vágyok. Neki is lendülök nyomban. És hát még ezen a kis emelkedőn. Hát valaki volt ott. Sajna, azzal sem végeztem. Elkezdjük elfoglalni a C-bázist. Sehol senki. Úgy néz ki, már nem nagyon erőlködnek a fiúk. Még egy ilyen picike kis kocsika elszágult itt mellettem, de már vége a küzdelemnek. Ismételten köszönöm mindenkinek, aki megnézte a műsoromat. Hát, eredményről csak annyit, hogy nem lettem volna lusta, akkor lehet most én lettem volna az első. Mindenesetre szerintem nincs okom szégyenkezni. A következő adásig a viszontlátásra. Legyetek jók, sziasztok!